Maláziából hazatérve ősszel fél évre a labdarúgó MB2-be igazolt a korábbi válogatott védő és angliai légiós Gyepes Gábor. Új csapata a Soroksár az utolsó helyen telel, a futbolista viszont maradhat a klubnál a nyári. Eddig kilenc meccset játszva, két gólt szerezve a Fiók Fradiban. Hát most őt kérdezzük a folytatásra. Szia Gábor, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! É, ugye amikor szeptemberben beszélgettünk itt, akkor azt mondtad, hogy fél évben állapodtatok meg, aztán majd meglátjuk. Hát ez szerint akkor megláttátok. miért? maraszt tavasszal a sereghajtónál. Ja, amikor szeptemberről beszélgettünk, akkor, ugye akkor azért mondtam, hogy meglátjuk, hogy hogy lesz a folytatás télen, mert akkor még benne volt a pakliban, hogy esetleg visszatérek Malajziába. Ez leginkább magájellegű, hát nem is probléma miatt, de is magájellegű ok miatt erről lemondtam. Fut pedig... tehát futball oldalról mehettél volna? Futball oldalról mehettem volna, két csapat is mégis úgy képbe volt, hogy, 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 mehettem volna, hogy egyből szóval nem kellett volna kimenni ismerkedésre, de, de végül is úgy döntöttünk otthon a családdal, hogy a feleségemmel, hogy most még maradjunk itthon, koncentráljunk az itthoni dolgainkra, gyerekeknek is azért már jobb lesz, hiszen a lányom ősszel iskolába megy úgyhogy végig is mellett döntöttünk, hogy, hogy, maradok. Természetesen, amikor ezt így eldöntöttük, akkor ugye ez bennem volt az is, hogyha, hogyha, úgy alakul, akkor szívesen folytatnám esetleg mb 1 ből hogyha lenne rá lehetőség. Ami a legfontosabb, hogy az jól érzem magam sorok sáron, úgy érzem, hogy a, hogy a játék is jól ment, természetesen ugye lehet ez ugye sokkal jobb is de figyelembe véve az, hogy, hogy mióta hazatértem Malajziából, ugye, ugye azt követően télen nem volt téli felkészülésem, utána tavasszal nem játszottam nyáron, nem volt nyári felkészülésem, egyedül edzettem saját magamat, és, és végig így úgymond szeptembertől csatlakoztam ugye, a, a, soroksárhoz, és ugye ennek ellenére én azt mondom, hogy, hogy szerintem jó teljesítmény nyújtottam, ezek után végül is abban állapodtunk meg, hogy, 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 akkor maradok nyárig, és hogyha, és hogyha sikerül bemaradni, akkor, akkor még plusz egy évet. Tehát akkor még, még egy évet hosszabbít a sorok sárom. Egyébként most a szünetben eddig hívtak máshova, akár mb 2 akár mb 1 nem, nem, nem tudok róla. Ugye, ugye, a, ugye a Vladan Filipovics, ugye ő intézi az ügyeimet már ki tudja mióta. Uh, nagyjából miatt az eszemet tudom. Um, bármikor is hívom, ugye addig, ameddig konkrétum nincsen, vagy nem történt, addig, addig soha nem mondott semmit úgyhogy, úgyhogy fölösleges bármiről is foggatnom. Hogyha úgy alakulna, hogy, hogy lenne bármiféle megkeresés, konkrét megkeresés, akkor biztos vagyok benne, hogy szólna. Világos, de az a lényeg, hogy most már jelen pillanatban és a következő években itthon ez a döntésetek. Maláziában van még egy, re, egy, lezáratlan ügyed. Kérdem, hogy a FIFA-nál hogy áll ez a történet? Miután te a Szarvak a volt Maláj klubodat beperelted a megállapodás megszegésen. Igen, hát ugye már ugye egy epekedve várom ugye a, döntést, amit az ügyvéddel még akkor decemberről beszélgettünk, azt mondta, hogy, hogy januárra várható a döntés. Már jó lenne, ha ez a döntés megszületne, hiszen már nyáron lezárták az ügyet, úgyhogy már azt júniusban, vagy júliusban már átadták ugye a, a bírónak a, a csomagot, ami egy eléggé egy, egy dolog dolog, hiszen a, a volt klubban ők nem nyújtottak be semmilyen dokumentumot, amivel ők tudnának érvelni, úgyhogy csak az én oldalamat kell megvizsgálni. Na már most ez azóta tart. Hát most tudom, hogy ez, nem ilyen egyszerű, nem csak én vagyok ugye a, 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 az asztalon, biztos, hogy rengeteg más ügy is van, de, de azért már így, így, már jól tudom, akkor már az egy év már letelt, ami amit én úgy tudom, hogy elvileg egy éven belül, ha hát nem is hivatalosan, de azért egy éven belül le kéne zárni egy ügyet. Én nagyon remélem, hogy, hogy pozitív döntés fog születni, ami azért erkölcsi győzelem is lenne, hiszen hiszen nekem az nagyon-nagyon fontos. Uh -huh. Na most visszatérve a soroksára, mi volt a gond a csapattal az ősszel, ami egyébként edzőváltáshoz is vezetett? Én nem vagyok benne biztos, hogy, hogy hogy az vezetett edzőváltáshoz, hogy amit végül a csapat teljesítménye mutatott, hiszen hiszen ugye az új edzővel sem sikerült végig úgymond az eredményeken változtatni. Teljesen más személyiség volt ugye a, a ugye a Flóri, meg, meg a, a, Tamás is egy teljesen más személyiség, teljesen más képviselnek. Azért mind a kettő természetesen ugye, a, ugye, eredménycentrikusan próbált ugye, ugye dolgozni, de tényleg két külön karakterről beszélünk, ami azért, azért nagyon gyorsan azért hogy ez ki lett, talán, hogy mi volt a legnagyobb probléma, az, hogy, hogy, eléggé gólszegények voltunk elől, ugye 12 gólt rúgtunk 15 mérkőzés alatt, azok közül is ugye egy meccsen rúgtunk négyet, úgyhogy 8 gól maradt 14 meccsre. Szerintem bármilyen bajnokságban csak olyan eredményhez vezet, mint ahol mi is ugye, ugye tartunk. Leinkább ezen kellene változtatni. Természetesen ugye ebben benne van az is, hogy, hogy, hogy két ugye, és komoly kezdő játékos, ugye csatárposzton ugye sérülés szenvedet, kereszt szalaksz, úgyhogy ez elég nagy érvágás volt a, a, csapat számára, úgyhogy szerintem ez, az a, ez a legfontosabb most így télen, hogy, hogy ezt tudjuk úgy, úgy, kicsit úgy rendbe tenni, hogy, hogy azért veszélyesek tudjunk lenni a, az ellenfelekre, hiszen hogyha meg, megnézzük a másik oldalt, ugye 20, ha ugye 20 gólt kaptunk, ami meg nem 5.-6. legkevesebb a Másodosztályba, úgyhogy. Na most ezzel úgymond, ez mi. Kell, melyik? E, kell, a gól. Igen, pontosan, úgyhogy jó lenne gólokat szerezni, és hát kicsit úgy viccesen fordítva a szót, hogy és is második vagyok a házi góllövő listán, két gólal, ami nem hiszem, hogy így, a, a csatárokat nézzük, akkor nekik ez pozitív. Hát igen. Um magaddal, mert azt is mondtad, amikor visszajöttél, hogy nagy bizonyítási vágy van benned, és hogyha a csapatgondjait elválasztjuk a te formától, akkor az, a, az a abszolút elégedett vagy? Én megmondom őszintén, soha sem voltam elégedett száz százalék a saját teljesítményem, mert mindig van ugye mind javítani, azért amikor visszanézzük a mérkőzéseket, akkor én tisztán látom azt, hogy hogy ha hibáztam, attól függetlenül most, hogy ezért szólnak vagy nem szólnak. Én látom ezeket a dolgokat, mindig próbálok azért ezen változtatni, vagy odafigyelni a következő mérkőzésen, vagy edzésen, de ami ugyanúgy fontos, hogy, hogy, a bizonyítási vágy megvan bennem, és, és, ugye ezt azért edzésen is azért a többieket hajtva próbálom azért a többiek is érzékeltetni, hogy hogy nem csak azért vagyok itt, hogy, hogy el legyek, hanem, hanem tényleg szeretnék jó teljesítményt nyújtani. És tég, neked nem derogál az mb 2 Nem derogál, természetesen szerettem volna, meg szeretnék ugye, a legmagasabb ugye szinten játszani. Most erre úgy tűnik, hogy nincs lehetőség. Hogy miért, azt nem tudom, hiszen, hiszen azért látjuk hogy az mb tele van csupa jó játékossal, úgyhogy én most ebbe felesleges lenne belemenni. Én szeretek futballozni, engem, engem ez éltet, hogy ha tudok futballozni addig, ameddig is az erőm bírja, addig, addig nincs probléma. Na most, e, milyenek egy fél szezon alapján a benyomásaid erről az egycsoportos és hát azért meglehetősen tömör, sűrű mezőnyű másodosztályról, az nb1 meccseit is látva és azzal összehasonlítva a különbségek és egyáltalán? Én szerintem én azt látom, hogy azért, azért szerintem viszonylag nagy a szakadék azért az nb1 meg az nb 2 között pláne úgy, hogy azért az nb 1 ben most lehet azt mondani, hogy azért viszonylag nem is sok, de azért, ugye azért vannak tőkerős klubok, akik azért elég elszakadtak ugye a többi csapattól, és hát ugye leginkább ugye igaz ugye az nb 2 re ahol, leginkább ugye a csapatok abból gazdálkodnak, hogy, hogy a fiatalokat ugye hogy ugye abból tudnak ugye pénzt keresni. Pontosan nem tudom, hogy a esetleg a tévés jogdíjakból mennyire részesülnek, de, de nagy hang, hangsúlyt fektetnek ugye, ugye, a, ugye az állami támogatásra, és azért az érzékelhető is, mert ugye nagyon-nagyon sok fiatal játékos van ugye a, 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 csapatokban. Az, hogy most ez mennyire, mennyire célra vezető, az úgyis majd éveken belül fog szerintem elválni, de, de én erre azt tudom mondani, hogy hogyha én meg, meg sokat magammal, nagyon sok játékos, akik mondjuk akkor kezdték, amikor én, saját erőből fel tudtak kerülni, első csapatot és tudtak játszani, akkor valahol azért ezt most is lehet, hogy érdemes lenne meg, hogy lehet, hogy nem is az mb 2 ben az mb 1 ben hogy azért ne legyen az, hogy mondjuk egy legyen a, a játékos, aki mondjuk handicappal indul csak azért, mert, 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 nem tartozik bele a fiatalok közé. Na most végül azt mondnak, hogy mindeközben az Európa-bajnokságra történő kiútása a válogatottnak ez a régen várt sikere, ez szerinted inkább fel fogja húzni a magyar focit, MB1-et, MB2-t, játékedvet hozva, meg, meg egyáltalán a motiváltságot sok fiatalban, vagy sokkal inkább az a veszélye van, meg hogy elföd bizonyos gondokat. Szerintem jelen hát, ha mo most nézzük, akkor, akkor biztos, hogy pozitív az, hogy a magyar válogatott kijutott. Ami nagyon, nagyon, fontos szerintem az, hogy ne teljen meg, én nem tudom, 30 év, hogy, hogy a magyar válogatott világversenyre kijusson. Ebből a szempontból nagyon, nagyon nagy felelősség van azért a, nem csak mondjuk az edzőkén, én inkább a játékosokon, a, ugye a fiatal generációra gondolok, Jelen pillanatban nekem a véleményem az, hogy, hogy, a jelenlegi fiatalok, akik ott vannak a tűz közelébe, nagyon rossz úton járnak. A, a nagy részem már azzal meg van elégedve, hogy, 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 nem tudom, minden cipőt kap, meg, meg és, és, nem akarnak jobbak lenni, nem akarnak tanulni, hanem, hanem, már most több pénzt akarnak, úgymond a semmi teljesítményre, és nem, nem nézik esetleg azt az oldalt is, hogy mondjuk, akár csak összek egy, egy, egy fradit, egy videótont, hogy mondjuk egy fiatal játékos felkerül az első csapathoz, hogy ki kelletszett együtt. Na mondjuk nézzük a Ferencvárost, ugye visszatért ugye Gera Zoltán, Hajnal Tamás, akkor olyan játékosok vannak, akik ugye Premier League-be, Bundesliga-ba játszottak, hogy ilyen játékosokat nemcsak hogy nézhetnek, akár pályán kívülről, hanem hanem velük együtt edzhetnek. És, és ez kéne, hogy le, legyen a leginkább a motiváló a ah, fiatal játékosnak, uh -huh. hogy, hogy én erre a szintre eljuthatok, pláne az ő segítségükkel, úgyhogy hogy az a legfontosabb, hogy ezek a fiatal játékosok kicsit úgy észhez térjenek, és azt mondják, hogy hoppá, lehetek jobb és jobb, és és akarjak többet és többet, és még többet. Lám, te megpróbálod ezt Sáron is megvalósítani és megmutatni nekik. Gábor, sok sikert hozzá, köszönöm szépen, hogy itt Én le. is köszönöm szépen.